Másfél órás csúszással kezdődött a mérkőzés, mivel a bemelegítésnél a szegedi oldalon egy zsákolást követően leszakadt a gyűrű, és a rendezőknek orvosolniuk kellett a hibát. A hazaiak kezdtek jobban, az első negyedet 21-13-ra nyerték a kékcápák. A második 10 percben fordítottak a vendégek olyannyira, hogy a nagyszünetre már 5 pontos szegedi előnél vonultak le a csapatok. A harmadik negyedben újabb 7 pontot tett hozzá előnyéhez a tiszaparti gárda, és bő 4 perccel a meccs vége előtt még mindig 12 pont volt a házigazda hátránya. Az igazi izgalmak csak ezután jöttek. A nyíregyháziak fokozatosan dolgozták le hátrányukat, de 6 másodperccel a Dudaszó előtt 3 pontos vezetésüknél Csirics dobhatott 2 büntetőt. Mindkettő kimaradt, és Anru kezdőkörből elengedett triplája a hosszabbítás jelentette a hazaiak számára. A ráadást jobban kezdték a nyíregyháziak, azonban 5 pontos előnyük elolvadt, és Tracker hármasára már nem volt válasza a végül 2 pontos vereséges szenvedő hazai csapatnak. A siker azon múlott, ahogyan az első fél időt játszottuk. Az öltözőben eléggé ideges hangulatban zajlott a megbeszélés, hiszen az ellenfél 23-18-ra vezetett a lepattanó harcban, az nem az a küzdeni akarás, amivel mi meg akarjuk nyerni a találkozót. A második fél idő volt az, amit érvényesíteni kell, amit minden alkalommal használni kell. 50-44 lett végül is a lepattanó harc, tehát a második játék részben 11-en nyertük meg a lepattanó csatát. Ez az a küzdeni akarás, amit szeretnék látni. A vendégek edzője szerint már a rendes játékidő végén le kellett volna zárniuk a mérkőzést. Szerintem ma kétszer megnyertünk. A rendes játékidőben vezetünk, kettő büntető kidobtunk, utána terv volt, hogy csinálunk faul már is, de Unruh dobt 3 pont. És gratulálok játékosnak azért, mert utána jövünk vissza, és szerintem teljesen megérdemelt nyertünk, azért, mert Nyíregyháza jobb volt első negyedben, de utána mi kontrollunk játék, szerintem jobb játék, jobban játszottunk, és végén teljesen megérdemelt nyertünk. Az Alsóház második fordulójának másik meccsén a MAFSZ szombaton a Jászberényt fogadja. A nyíregyháziak legközelebb jövő szerdán Jászberényben lépnek majd pályára.